A Husz Kft. Évente 52-szer szállítja el a biohulladékot. A nagyobb gajak azonban nem minden esetben férnek a szemetesekbe. Október 25-ére és 26-ára ingyenes zöld hulladék elszállítási akciót hirdettek. Ennek keretében a biohulladék mellett a házak elé kihelyezett, maximum 10 cm átmérőjű, kötegelt ágakat és gajakat külön járattal szállítják el. Farönköt, tuskót vagy 10 cm-nél vastagabb ágakat sem szeretnénk látni a kirakott zöld hulladék között, egészen azért, mert nem nagyon tudunk vele mit kezdeni. Itt hátam mögött látszik, hogy a hulladékudvarba szállított zöld hulladékot külön kezeljük, ezek aztán aprításon esnek át. Nyilván az aprítógép nem tud korlátlan vastagságú fággal megbirkózni. A Husz Kft. Ügyvezetője hozzátette, a felevél kupacokat nem tudják elszállítani az akció során. Kérik a lakosságot, hogy vagy a bioszemetesbe, vagy pedig biológiailag lebomló zsákokba helyezzék az összegyűjtött leveleket. Így van lehetőség ezek elvitelére. Aki lemaradna a gajak és ágak elszállítási akciójáról, annak sem kell a kertjében tárolnia a zöld hulladékot, van lehetősége lerakni azt a hulladék udvarba nyitvatartási időben. Ez az első, amit javasolnék mindenkinek egyébként, hogy önmaga a keszthelyi lakosként ingyenesen, gyakorlatilag korlátlanul hozhat ki zöld hulladékot a hulladékkezelő terepre, a hulladékudvarba. Az ingyenes hulladék elszállítási akcióhoz kérik a lakosságot, hogy az egyes körzetben hétfőn, a kettesben pedig kedden reggel 6 óráig helyezzék ki a kötegelt gajakat és ágakat. Ezek elszállítása napközben várható.